Idősebbek és fiatalabbak is táncoltak a hétvégén Nagy Ecseden a Cigány Feszten. A rendezvényen nem csak profi zenészek, de amatőrök, civilek is megmutatták tudásukat, művészetüket. Az ilyen események megszervezésére is tud anyagi támogatást nyújtani a Nemzeti Együttműködési Alap, a NEA, amelyre a tavalyi forrásból rekordösszeget tudtak elnyerni a vármegyei civil szervezetek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye civiljei elképesztően aktívak voltak az elmúlt két évben egyébként, most én 2 éves statisztikát hoztam magammal, és ez úgy vagy csak Budapest főváros tudott több forrást lehívni, ezt követi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, méghozzá messze, Pest megyét is megelőzi, több mint 2 milliárd forint jutott ide NEA-ból, tehát ilyen Nemzeti Együttműködési Alapból, a városi civil alapból és a falusi civil alapból ide a megyébe. Ez egy nagyon jelentős összeg. Az idei kiírásról tartottak tájékoztatót kedden délután a Vármegyeházán. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke azt mondta, nagyon fontos, hogy jól szerepeljenek a helyi civilek ezeken a kiírásokon. Jó híreikről fognak tájékoztatást adni, államtitkár úr ezt talán megelőlegezi nekem, tehát nagyobbak az következő forráskeretek, mint az ez éviek voltak. Persze minden egyes fillérét meg kell dolgozni, és különösen azt nem tudom, hogy ismertetésre kerül-e, hogy mennyi forrás hoztak el a vármegyei civilek a országos forráskeretekből, de büszkeségre okotható. Tehát jól dolgoztak a civiljeink, és eredményesen pályáztak. Nyilván ezeknek a tájékoztató fórumoknak is, és Andrások munkájának köszönhetően olyan hálózatot sikerült kiépíteni a civil szervezetek között egymás kommunikációjával, egymás segítésével, ami eredményes pályázatokhoz vezet. A tanácskozáson elhangzott, hogy a falusi civil alap pályázatai augusztus végén lezárultak. A városi civil alapot szeptember 1-én hirdették meg, a legnagyobb forrást, a Nemzeti Együttműködési Alapot pedig októberben fogják. Idén 11 milliárd volt a NEA-ba, most meg 14 milliárd van, tehát 3 milliárddal nagyon jelentős növekmény. Szeptember 1-én kiírtuk a városi civil alapot, az még október 2-ig fut, az 4,8 milliárdos forrás, és a NEA az pedig ugye október 2-án kerül kiírásra, és november 2-ig lesz él majd, illetve az egyszerűsített része az október 16-tól november 16-ig. Apró technikai változások lesznek, szerintem ezek a tévénézőket annyira nem érdekli, de egy könnyítünk a civileknek az életén, tehát egyszerűsítjük az elszámolást, és az egyik keretet megemeltük 350 000-ről 400 000-re, ez az egyszerűsített támogatás. Minden vármegyében tartanak a nyíregyházihoz hasonló fórumot az érdeklődő civileknek. Emellett a legfontosabb információkról a civil információs portálon olvashatnak az egyesületek képviselői.